A halálos iramban 9 megatrélerében nem a mágneses repcsi és nem is a pókember autó okozta a legnagyobb megrökönyödést, hanem a halottnak hit Han visszatérése. Na de mit kereső az élők sorában? Erre próbáljuk megtalálni a választ videóban. Órákig értekezhetnénk arról, hogyan vált a halálos iramban franchise szimpla autóversenyzős akciószériából, előbb szupercsapatpótlékká, majd azzal a blockbuster monstrummá, melyet csupán másodpercek választanak el attól, hogy hőseit az űrbe küldje. De beszéljünk most Sung Kang tűzben edzett karakteréről, Hanról, a jelző pedig igen találó, miután sokáig azt hittük, a 2006-os tokiói hajszában életét vesztette felrobbant autójában. Mint kiderült, korán sem ez a helyzet. Mi is történt idáig? Kezdjük azzal a bizonyos tokiói hajszával, a filmmel, melyből nem csak Vin Diesel, de még Paul Walkert is nélkülözni kényszerültünk. Japánban járunk a Lucas Black által megformált Sean társaságában, aki, miután viccet csinál magából az ottani driftelő szcénában, találkozik a hírhedt tolvajjal, Hannal, aki egy üldözéses jelenet közben veszti életét felrobbant 1997-es Mazda RX-7-esében. A film végén végül csak begurul Vin Diesel egy cameo erejéig, és kiderül, hogy Dom Toretto igencsak jó barátja volt Hannak. A franchise 4., 5. és 6. része mind a tokiói hajsza eseményei előtt játszódnak. Emiatt Han is felbukkanhat Dom csapatában, és ezzel a filmek teljes jogú tagjává lép elő, míg nem a halálos iramban 6-ban ténylegesen elérkeztünk Han halálához. Han Gal Gadot karakterével, Giselle-lel kíván olajra lépni a 6. részben, ám a nő is meghal a film végén, vagy mégsem. Han pedig szomorkodva tér vissza Japánba, ami aztán a vesztét jelenti. A halálos iramban 6 végén gyilkosát is megismerjük, Deckard Shaw-t, Owen Shaw testvérét. Deckard szántja fel Han Mazdáját, mint egy bosszúból, amiért Domék bántották Owent. A halálos iramban 7-ben ezzel hosszú idő után végre beérjük a tokiói hajsza történéseit az idővonalon. 7 éve még úgy tűnt, Sung Kangnak semmi gondja azzal, hogy számára ennyi volt a franchise, de a fanok nem így látták. Elindult az a bizonyos Justice for Han, azaz igazságot Hannak kampány, nem csak azért, mert ő lett a tokiói hajszak közönség kedvence, hanem mert a filmek gonoszából kvázi jó fiúvá fordult Deckard Shaw volt felelős haláláért. Deckard a 7. részben még ellensége, a 8. viszont már kelletlen társa volt a csapatnak, melynek egykoron Han is tagja volt. A rajongói nyomás ekkortájt fokozódott tovább. Most, hogy Deckard saját spin-offot kapott Dwayne Johnson Luke Hobbs társaságában, még égetőbbé vált valamiféle magyarázatot találni arra, amivel Deckard filmbéli tetteire fájtlat boríthatunk. A Hobbs & Shaw-ból ki is derül, hogy minden, amit Deckard múltjáról tudtunk odáig, hazugság. Nem ő árulta el régi társait, hanem ők árulták el a kitüntetett katonát, aki végső soron nem is olyan gonosz, mint gondolnánk. De ez nem változtat a tényen, hogy megölte Hunt, ahogy sem a halálos iramban 8, sem a Hobbs & Shaw nem igazán magyarázza meg, hogy Deckard miért is nyerhet bűnbocsánatot. De majd most. Hogy lehetséges mindez? Nos, ismerve, hol tart a halálos iramban széria, valószínűleg játszik könnyedséggel meg tudják majd magyarázni. Ennél jóval őrültebb dolgokat is láthattunk már, sőt, ha emlékeztek, még lett is meghalt anno, hogy aztán ismét színre lépjen, ráadásul amnéziásan. Elég volt hozzá egy új képsor, ami megmutatták, hogy kiemelték a roncsok közül, és kész. Könnyen lehet, hogy Han esetét is így oldják meg, kapunk majd egy flashbacket, melyben Han kikúszik Mazdájából, még mielőtt az felrobban, és már le is van tudva az ügy. Esetleg valamelyik új karaktert is bevetik még ez, mondjuk Dom öccsét, a 9. részben felbukkanó Jacob Torettót. Vagy még tavaly nyáron a Hobbs & Shaw idején röppent fel a következő teória. Öveket becsatolni, mi van, ha Han félig ember, félig gép? Nos igen, valóban létezik a Cyborg Han mozgalom. Azután indult, hogy a spin-off bemutatta az Etion terrorista szervezetet, amely transhumán fejlesztésekre specializálódott, és amely kibernetikus gépimplantátumokkal szereli fel saját katonáit. Mi van, ha Han visszatérésében az Etion is közre jár? Lehet, hogy Hunt is kezelésbe vette a rejtélyes alakulat. Ez tűnik a, ha nem is a legészszerűbb magyarázatnak, mert hát ilyesmiről itt nem beszélhetünk, de a legkézenfekvőbbnek. Emellett persze gondolhatjuk azt is, hogy Hunnak is van egy rég elveszett testvére, aki most felbukkant. Lehet ő klón, sőt lehet az egész tokiói hajsza egy nagy álom, mi már semmi se lepődnénk meg. Szerintetek, hogy lehet életben Han? Várjuk saját elképzeléseiteket komment formájában, és ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Thank you.